úgy fogalmazott, hogy a válogatott szünetben talán alább hagyott a paksi rendület, rosszul ítélte meg? Nem. Különösen az első fél időben úgy érzem, hogy lassabb ritmusba játszottunk, mint szoktunk. Én éreztem ezt, hogy megtört az a lendület, ami bennünk volt. A hozzáállással és a küzdeni tudással végig elégedett voltam, mert azt gondolom, hogy alap és ma is benne volt a csapat. Gyakorlatilag ezzel nyertünk. Még a kihagyott büntető is belefért. Hogyha rossz játékkal nyerni tudunk, akkor azt gondolom, hogy bizakodhatunk a jövőt illetően. 2-0 helyett 1-0-val vonultak a szünetre. Túl laza volt, Varga? Igen, én azt nem szeretem az ilyenfajta büntetőket, nagyobb felelősséggel kell elvégezni, főleg most már, hogy válogatott lett, már nem engedhet meg magának ilyen dolgokat. De szerintem ő ezt most már megértette. Vassal elégedett volt, azt a szintet hozta, amit látni szeretett volna? Vasi is egy kicsit gyengébben teljesített, mint az elmúlt 3-4 mérkőzésen, de nem baj, hát ez benne van, akár fiatal, akár idősebb játékosnál, ez hozzátartozik. Ma mások játszottak egy kicsit jobban, jövő héten biztos megint jó lesz, reménykedem ebben is. Böde viszont beszállt és gólt lőtt, nem vették elég komolyan? Hát a Danit nem lehet félváról venni, hát ezt a fizikumot. Én azt gondolom, hogy az utóbbi időben többször is bizonyította már, hogy még mindig lehet rá számítani, és azt gondolom, hogy most is abban az ütemben küldtük be, amikor nagy szükség volt rá. Harmadik helyen áll a Paks. Figyelik a tabellát? Persze, biztosan minden játékos figyeli és büszke rá, hogy harmadikok vagyunk, hát ott is kellene ragadni, ha már elértünk idáig. Nem lesz olyan egyszerű, de azt gondolom, hogy benne van az is, hogy tehát olyan játékerőt mi azért képviselünk, hogy akár a dobogóra is fölkérjük.